Dunaújváros és Vukovár önkormányzatai között idén-nyáron, augusztus 29-én jött létre a testvérvárosi kapcsolat. Az aláírt szerződés magába foglalja a kapcsolat felvételét és elmélyítését. A városok élő kapcsolatot szeretnének egymással, így az Interciza Múzeum dolgozói egy napra ellátogattak Vukovárra. A Dunajváros Intecisa Múzeum munkatársai 16 fővel ellátogattak Vukovára, ahol először is megnéztük a Vukovári Városi Múzeumot, ahol Ruzsica Márics igazgatónő fogadott bennünket. Azért fontos a Természetesen, hogy múzeológusok egy múzeumot nézünk meg először, de azért is fontos maga a, a múzeumnak a helyzete, mert a Vukovári Ostrom az pontosan a múzeumot ért találattal kezdődött. A muzeológusok először ellátogattak a Városi Múzeumba, ahol a délszláv háború pusztításait is bemutatták, és ennek ellenére fantasztikus látvány volt az, ahogy Vukovár újjáépült és az Ostromolt Múzeum is. Megnéztük, hogy milyen technikákat alkalmaznak, ugye mi muzeológus szempontból is, hogy tényleg párosult a 17.-18. századi gyűjtemény, de már a korszerű 21. századi technikával való bemutatása. Majd ezután a polgármester úr és az ő kabinet főnöke vendégül látott bennünket egy ebédre, majd utána ellátogattunk a híres Fucsadoli régészeti múzeumba, ahol Mirella Huttinec igazgatónő fogadott bennünket, és néztük meg a leleteket. A nap végén a Magyarházban Jakumetovic Rozália a Vukovári Magyarok Egyesületének elnökasszonya várta a vendégeket közel 20 helyi magyar lakossal. Vacsora közben beszéltek az együttműködésről, és jövőre az Intercizem Múzeum időszaki kiállításán a Vukovári Magyarok kézi munkáiból készült kiállítást is megmutatják Dunajváros lakóinak.